öltözéktervezőiparművész a szakmám. Jelenleg pedig esküvői ruhatervezéssel foglalkozom. Igazából a párom unszolására jöttem és költöztem haza vele együtt, hogy ugyanazt, amit Budapesten elkezdtem, itt Mohácson próbáljam folytatni. Igazából ő volt, aki meggyőzött arról, hogyha valaki valami mást is igényeset csinál, nem feltétlenül kell ahhoz Budapesten lenni. Hát a boldogulásom titka szerintem elsősorban ez a bizonyos szeretet a szakmám iránt, és az emberek iránt, mert ugye rengeteg emberrel, főként nőkkel találkozom. Nekik segíteni egy olyan napon, ami valószínűleg a legfontosabb az életükben, az egy nagy boldogság. És frissen kikerülve az egyetemről, az ember először is azokat az álmokat próbálja megvalósítani, ami nem feltétlenül egyezik az emberek igényeivel, ha most így tervezőként mondhatom. Tehát azokat a dolgokat kellett egy kicsit mellékvágányra tenni, és megtalálni azt az arany középutat, ami egyezik a mai ember igényeivel és az én elképzeléseimmel és egyedi ötleteimmel. Tehát ez volt az első nagy fontos lépés, hogy én megtaláljam azt a vonalat, ami az embereknek mi befogadható. Én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon trendi szakma. Egyrészt az esküvői vonal az most nagyon nagy szárnyakat bontogat. Aki egy kicsit is kreatív és affinitást érez a szépségipar felé ilyen téren, hogy fodrás, sminkes, akár egy dekorációt megálmodó virágkötő is részt vehet ebben a közös munkában. És azt gondolom, hogy ez így együtt tud egy nagyon szép egységet alkotni. Nagy váltás volt Budapestről újra hazajönni. Nekem nagyon pozitív ez a környezet, ahol vagyok. Egy családnak, most ha csak Pestet nézzük, akkor ugye nincs ott nagyszülő, nincs ott senki a családból, már nem lehet úgy megoldani a gyerekkérdést és a munkát. Az a logisztika nem működik, ami itthon. És nekem ez kell a nyugalmamhoz. Nem nagyon tudom elképzelni a munkámat és ezt az egész létet a családom és a barátaim, illetve az itt körülvevő környezet nélkül, tehát nagyon nagy támaszt nyújt nekem az, hogy számíthatok ezekre az emberekre a környezetemben, és teljes mértékben élhetek a munkámnak és a családomnak egyaránt. Tehát ez abszolút harmonikusan működik együtt. De ezt csak az otthonomban tudom, és ez pedig itt van.